Szeretettel köszöntjük a tisztelt érdeklődőket, tisztelt közönségünket. A Rubikon Intézet és a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár közös rendezvényén, a Kiugrás 80 éves évfordulóján tartott konferencián. Én Nánai Mihály vagyok, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, és az a megtisztelő feladatért, hogy itt a délelőtti szekciót házigazdaként vezessem és koordináljam. Még mielőtt a hivatalos megnyitását megejtjük a konferenciának, néhány technikai információt szeretnék megosztani önökkel. Először is, aki ilyen fekete színű vipes karkötővel rendelkezik, azt szeretettel látjuk ott a karzatom elhelyezett VIP büfében, a konferencia szüneteiben. Mindenki másnak pedig a kandalló teremben, ami, hogyha itt kimegyünk a kupolateremből, akkor bal felé található, ott rendeztünk be egy büfét, ahol kedvezményes árakkal szolgálnak, és mindenki igénybe veheti, ahogy szeretné. A mai témánk ugye egy nagyon izgalmas és fontos téma, ilyen módon a Rubikon is már korábban is több esetben foglalkozott vele, ezért nagyon nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe a most is elérhető lapszámokat, amelyek akciós áron vehetők meg. Ugye a szimpla számok 1250 helyett 600-695 forintos áron, és a dupla számok 1920 helyett 995 forintos áron. Tavasszal ennek a konferenciának az előzmény konferenciájaként a német megszállásról volt egy konferencia. Nagyon sok tekintetben ezek a témák is kötődnek a mai témánkhoz. Szintén a Veritas Intézettel koprodukcióban készült 2017-ben még a Kállai Miklósról szóló száma a Rubikonnak, nagyon izgalmas cikkekkel, amit szintén nagyon ajánlunk a figyelmükbe. Egy 10 évvel ezelőtti számunk, 2014-es szám, Wesenmayert látjuk itt a címlapon, ez a 1944-es vészterhes eseményekről szól, jelentős részben Kiugrás és a nyilas diktatúra időszakának cikkeit is megtaláljuk benne. Egy korábbi számunk, egy 2021-es szám, amelyik Szálasi Ferenccel a címlapon jelent meg, és szintén ajánljuk a figyelmükbe, illetve egy 2014-es szám a megszállás 44-es eseményeire reflektálva, ugye akkor is egy évforduló, csak éppen a 70 éves évforduló zajlott. És még egyszer mondanám, tehát akciós áron, féláron lehet hozzájutni ezekhez a számokhoz, de amikor az egyes előadások elhangzanak, még konkrétan is fogok ajánlani belőle önöknek. Természetesen a Veritas Intézet is készült a maga kiadványaival, ott találjuk meg a önöknek jobb oldalon, az asztalon kikészítve, és ezek is mind kedvezményes áron érhetők el, nagyon javasoljuk, hogy vásároljanak belőle. Azt hiszem, hogy ennyi technikai információ az, amit meg kellett osztanom önökkel, és akkor megkérném Szakály Sándor főigazgató urat, hogy nyissa meg a konferenciát. Köszönöm szépen a szót, tisztelettel és szeretettel köszöntök magam is mindenkit, és nem csak a magam vagy a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár nevében, hanem a Rubikon Intézet nevében is, hiszen ahogy az elhangzott Nánai Mihály barátom, ez egy közös rendezvény, és akkor mondhatják önök azt, hogy miért még ilyen félig meddig kerek évfordulókhoz igazítunk egyet, hiszen 81. évfordulója is lesz a nyilas hungarista hatalom átvételnek, meg volt 78. és így tovább, de valahogy benne van az emberekben az, hogy amikor olyan van, hogy 75, 80, 25, 50, akkor kellene inkább, ha szabad így mondani, alaposabban vagy jobban megemlékezni erről, és amikor azt mondtam, hogy alaposabban, ennek az a lényege, hogy reményeim szerint olyan előadásokat hallhatnak önök, amelyek nem minden esetben régi dolgokat elevenítenek föl a múltból, hanem új kutatási eredményeket is megfogalmaznak. És ha arra gondolunk, hogy október 15-16-a az 44-ben az a hatalomátvétel időpontja, és most, ha minden igaz, ugye 9-énél tartunk, és akkor az jutott eszembe, amikor reggel jöttem ide, hogy ha minden igaz, akkor ugye Bakay Szilárd ekkor már épp őrizetben volt. Hiszen a háborúval való kiválás, amit utólag ugye kiugrásnak szokás emlegetni és nevezni, annak egyik, ha szabad így fogalmazni, kulcsfigurája lehetett volna a magyar királyi első, budapesti magyar királyi első honvédhadtest parancsnoka, de mire kulcsfigurává vált volna, addigra már a német fogságban volt. Tehát ez majd elő fog kerülni nyilván itt az előadások során is.
És azt gondolom, hogy ezek az előadások rámutathatnak arra, és nyilvánvaló vitákra is ösztönözhetik az embereket, és ezeket a vitákat majd lefolytathatják a büfében, mert itt ugye nem kérdések és válaszok hangzanak el, hanem egy konferencia ebben az értelemben, hogy vajon miért történt mindez így. Ugye ez az alaptétel, amikor a megszállásról, Magyarország németek általi megszállásáról volt szó, akkor is az merült föl, hogy vajon miért így történt, miért nem lehetett ellenállni, miért nem lehetett megtenni, miért épp márciusban következett be, 44-ben és így tovább. És ugyanez a kérdés megfogalmazódik ezen a konferencián is, és én azt gondolom, hogy olyan előadókat sikerült fölkérni és megnyerni erre a konferenciára, akik azon a területen, amelyről, ahogy mondani szokták, előadnak, igencsak otthonosan mozognak, és én valóban őszintén mondtam azt, és gondolom is azt, hogy új ismeretekkel fognak gyarapodni a konferencián, úgyhogy engedelmükkel akkor a Rubicon Intézet és a Veritas nevében is, vagy a képviselői nevében akkor, hogy mondani szokták, a konferenciát megnyitom, és ez minden jót kívánok önöknek. Én annyit fogok még hozzátenni, és megelőzöm ezzel Nánai Mihály barátom, hogy elnézést kérek, hogy többször a pulpitushoz szólítanak, de higgyék el, nem én tartom az egész konferenciát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen főigazgató úrnak a megnyitó szavakat, és hát akkor el is kezdenénk a konferenciánkat. Az első előadó Szakály Sándor főigazgató úr lesz a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltártól. Kiválás vagy átállás, a magyar katonai felső vezetés és a háború folytatásának kérdése, ez előadásának címe. Azt gondolom, hogy nem szorul a bemutatásomra Szakály főigazgató úr, és hát a II. Világháborús magyar hadtörténetnek, köztörténetnek az egyik legavatott szakértője. Még csak annyit mutatnák meg, hogy a ma említett témájával kapcsolatban már ebben a Wesemeyer címlapos számunkban korábban is olvashattak tőle érdekes gondolatokat, amit különösen is ajánlunk a figyelmükbe, és akkor megkérném főigazgató urat, hogy tartsa meg az előadását. Ígértem önöknek, hogy visszajövök, tehát ez viszonylag gyorsan bekövetkezett. És mindjárt az első dolog, amire utalni szeretnék, az előadásnak a címe. Ugye én azt adtam, ezzel természetesen a Rubicon főszerkesztőjével, ha szabad így mondani, nem pengét váltottunk, de elmélkedtünk rá, hogy én miért azt a címet adtam, hogy kiválás vagy átállás, hiszen mindenki arról beszél 44. október 15-16-án, hogy kiugrás, és ha visszagondolunk a régi időkre, amikor Víg Károly Ugrás a sötétben című munkája jelent meg, és ugye ez a kiugrás szó szerepelt benne. Én azt gondolom, hogy nem a megnevezésem van alapvetően a hangsúly ebben az értelemben, sokkal inkább azon, hogy vajon a II. Világháború időszakában a magyar politikai és a katonai vezetés, vagy annak egy része, miként gondolkodott arról, hogy ki lehetne válni a háborúból, milyen módon, és ez a kiválás egyúttal átállást jelente. Ez egy nagyon lényeges dolog, legalábbis az én megközelítésem, vagy az én véleményem szerint, hiszen, és itt előre szólok egy pillanatot az időben, amikor Finnország kivált a háborúból, ők nem vállaltak és nem kellett olyan kötelezettséget vállalniuk, amely egyúttal úgymond átállást is jelentett, bár benne volt az, hogy a Finnországban lévő német csapatok lehetőség szerint hagyják el Finnországot, amire ők szépen felszólították őket, mármint a németeket, azok nem igazán akartak elmenni, és némi csetepaté után, nem több volt, némi csetepaté után kivonultak Finnországból. Most ez a példa, ha szabad úgy mondanám, ragadós volt, vagy ragadós lett volna Magyarország számára. De kérdés az, hogy vajon mikor fogalmazódott meg először, hogy ebből a háborúból ki kell válni? Most nyilvánvaló, mindenki tud egy időpontot, vagy egy másik időpontot fölvetni, amit én említek. Én azt gondolom, hogy amikor ténylegesen megfogalmazódik, a Kállai Miklós vezette magyar kormányban, pontosabban egyes tagjaiban, és az államfőben, és néhány katonai felsővezetőben, az, hogy ez a háború 1943 tavaszán már úgy néz ki, hogy nem valószínű, hogy akkor még használták, vagy használjuk a kifejezést, mert az olaszok még nem léptek ki, a tengelyhatalmak győzelmével végződik, de még abban sem voltak biztosak, egyesek még azt mondták, hogy esetleg lehet ez egy döntetlen, hogy Náda István 1939-ben írta, hogy miért nem kell nekünk az akkor még német, lengyel, szlovák, lengyel, illetve majd szovjet-lengyel háborúba bekapcsolódnunk. És ezért elkezdtek azon gondolkodni, hogy milyen formában lehetne kiválni, és milyen irányba lehetne, elnézést a szóért, tapogatózni. A magyar politikai elit és a katonai vezetés egy része számára természetes volt, hogy ez a bizonyos érdeklődés, akkor így fogalmaznék, nem a Szovjetunió irányába kell, hogy megnyilvánuljon, sokkal inkább a nyugati hatalmak fele,
és ahogy ez lenni szokott, ugye nem hivatalos csatornákon indulnak meg a különböző kísérletek, és mi erre a legjobb hely? A semleges országok, hiszen a semleges országokban, gondolok Svájcra, Svédországra, Törökországra, de szóba jött Spanyolország és Portugália is egyébként, mindegyik helyen történik valami, ott mindegyik országnak van külképviselete. Tehát akarva, akaratlanul, illetve ha akarnak, találkozhatnak az amerikai diplomatákkal Svájcban, Svédországban és így tovább. És lehetőség szerint ezekbe a semleges országokba olyan magyar diplomatákat kell küldeni, illetve alkalmi kiküldötteket, akiknek már korábban van valami kapcsolatuk, vagy volt kapcsolatuk, és nem biztos, hogy feltűnek lesznek. Na most természetesen azt is lehet mondani, hogy amikor, ha szabad így fogalmazni, magánszemélyeket kérnek meg figyelő bizonyos lépésekre, akkor nagyon jól hangzik Szent Györgyi Albert neve, de valószínűsíthető, hogy elég sokan ismerték ahhoz, hogy ne titokba tudjon találkozni bárkivel is Törökországban. A dolognak az a lényege, hogy 1943-ban ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon sajátos, és itt a katonai és a politikai vezetés között ellentét mutatkozik, illetve amúgy közt a katonai vezetők között is, 1943-ban a dommenti vereséget követően fölmerül annak a lehetősége, hogy Magyarország katonai erővel jelenjen meg a Balkán térségben, főleg az egy szétesett, megszállt Jugoszláviában. Ez egy sajátos helyzet. Ugyanis Szombathelyi Ferenc honvédvezérkar főnöke úgy véli, hogy gyaníthatóan vagy feltételezhetően lesz egy balkáni partra szállás a nyugati szövetségeseknek. Ha mi ott vagyunk, és ki akarunk válni a háborúból, akkor van egy találkozási pont, és ha szabad így mondani, átállhatjuk vagy megnyithatjuk a frontot. A honvédelmi miniszter Nagy Vilmos ezt másként látja, és a politikai vezetés egy része is, hiszen Magyarország túl van már az 1942. januári délvidéki razziának nevezett eseményeken, ami egyébként az emigráns jugoszláv kormánnyal föntartott, titokban föntartott sajátos kapcsolatokat is megterhelte, és amikor 1943-ben szóba kerül, akkor Újszász Istvánnak, aki akkor már az Államvédelmi Központ vezetője, Törökországon keresztül azt a jelzést adja a délszláv állam emigráns kormányának, hogy a magyar felelősöket Magyarország természetesen bíróság elítja, vagy a felelősséget megtalálja, és ha belegondolok, 43-ban le is zajlik az a tárgyalás, amikor úgymond a délvidéki razzia felelőseit bíróság elítják. Ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy 1943-ban ezek a gondolatok már megfogalmazódnak, de az utókor által föltett kérdés, hogy miért nem akkor léptek? Ez a másik. Ha megnézik önök a háború menetét, akkor azt láthatják, hogy minden a német-olasz szövetségi rendszerhez kapcsolódó ország, vagy beleérte magát Olaszországot is, akkor vált ki a háborúból, lépett ki, állt át, amikor a későbbi győztesek közül már az ő országában voltak a majdani győztesek, vagy pedig megközelítették azt. Vehetjük Finnország példáját, majd lesz ugye Románia is előadás, vagy vegyük az olaszokat. A másik, ami a mi kilépésünkkel már, mint Magyarország kilépésével kapcsolatosan egy nagyon sajátos, legalábbis én így látom, ha belegondolnak, most veszünk két országot, Olaszországot és Romániát, ott van egy, nevezzük így, ez divatos szó manapság, diktátor, legyen ez Antonescu, vagy legyen Mussolini, de ugyanakkor ott van a király, és a másik oldalon is ott van a király, tehát a román király is, és az olasz király is. Magyarországon én nincs. Horthy Miklós egy személyben, tehát Horthy Miklóst nem lehet egy diktatórikus állam, vagy hogyha miniszterelnökkel szembe fölléptetni, és fordítva is, mert egész más az ország rendszere, és egy mondatot szeretnék, nem hogy idezem hosszan, majd a megjelenő cikkemben benne lesz, hogy 1943-ban a britek miként vélekednek Magyarországról, és ez nagyon lényeges, és nem véletlen, hogy magyarok miért akarnak abba az irányba kilépni, hogy azt mondják, hogy a tengelyhatalmak, vagy a csatlós országok, azt hiszem ezt a kifejezést használják a brit külügyminisztériumban, közül a demokratikus elemek Finnországban és Magyarországon maradtak meg, Magyarországon működnek a pártok, működik az országgyűlés, és így tovább. Nem a magyar kormány képviselői mondják, hanem a britek állapítják meg erről a két országról. Ezért van ilyen értelemben vonzalom ebbe az irányba, és amikor 1943-ban Olaszország kivált a háborúból, ugye először Mussolinit megbuktatják, majd a Badoglio kormány fegyverszünetet köt, és később ugye egy előzetes, később pedig jön a fegyverszünet, akkor egyértelmű válik Magyarország számára, és csak ez az út járható, de Badoglionak egyszerű volt a dolga, mert már Szicíliában voltak a szövetségesek, a nyugati szövetségesek, illetve már a csizmába is beleléptek.
És ekkor születik meg az a megállapodás Magyarország és a Nagy-Britannia között, egy előzetes megállapodás, aminek a lényeg az, hogy amennyiben nyugati szövetséges csapatok érik el Magyarország határait, akkor a Magyar Királyi Honvédség nem harcol ellenük, az ország megnyitja a légi, vízi és így tovább útjait, és átáll úgymond a másik oldalra, vagy kiválik a háborúból. Az átállás kérdésénél ugye az a probléma, hogy az átállás azt jelenti, hogy nem lehet csak a britek és az amerikaiak oldalára átállni, mert három nagyhatalom, plusz a csatlakozott ország, amelyek akkor már nemzetek szövetségének nevezik magukat, abban ott van a Szovjetunió is. És Magyarország független attól, hogy 41-től 6-ban áll Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal, az igazi harcoló fél, az ellenfél, vagy bocsánat, az ellenség a Szovjetunió. 1944 áprilisáig gyakorlatilag a nyugati hatalmak részéről semmiféle katonai művelet nem indul Magyarország ellen, még a német területeket bombázó gépek is, amelyek átrepülnek Magyarország fölött, nem dobják le bombaterheiket, csak akkor, hogyha véletlenül megsérült a gép, és meg kell tőle válni. És ekkor 1943-ban megszületik ez az egyezmény. Egy olyan helyzetben, amikor azt mondja korábban Molotov, akkor már külügyminiszternek nevezik, a Szovjetunió külügyminisztere, hogy a Magyarországon, vagy Magyarországnak a szovjet területeken elkövetett, a honvédség által elkövetett atrocitásokért és sok minden másért, nem csak a, hogy mondjam, a felelősöknek, de az egész országnak bűnhődni kell. Na most gondoljanak bele, egy ilyen információ, ami ezért eljutott a politikai és a katonai vezetéshez, ilyen információ birtokában próbáljuk meg ahhoz a hatalomhoz fordulni, amelyik így gondolkodik rólunk. De ezzel együtt és ettől függetlenül az ország németek általi megszállását követően, amikor korlátott szuverenitású vált az ország, akkor egyértelművé vált, hogy ebből a helyzetből valahogy ki lehetne, vagy ki kellene jönni, de ez nyilván nem megoldható a Sztójai Döme kormánnyal, hozzátéve azt egyébként, hogy a megszállást követően jelentős személycserék vannak a katonai felsővezetésben. Tehát azokat a tábornokokat, vagy egy részét, akiket az utókor azt mondja, hogy német ellenesek, vagy inkább angol barátok, bár ezek a kifejezések nem nagyon állnak meg a helyüket egyébként a jellemzéseknél, azokat fölmentik a beosztásukból. Gondoljunk csak ilyenekre, hogy Náda István, Lakatos Géza, Szombathelyi Ferenc, akik egyúttal, ha szabad így fogalmazni, teljes mértékben bírják az államfő a kormányzó bizalmát, és fordítva is hűek a kormányzóhoz. Helyettük jönnek mások, és Magyarország esetében a kiválás kérdése igazán 1944. augusztusában jelenik meg. A román nevezük azt is egy átállásnak, az teljesen egyértelmű egy átállás után. Egyértelművé válik, hiszen a magyar határokat már átlépik a szovjet vörösregység alakulatai, hogy ki kell válni ebből a háborúból. De még az irány mindig a nyugati, ha szabad így fogalmazni. Amikor 1944. szeptemberében a Magyar Királyi Titkostanácsok egy részével tanácskozik az államfő, között természetesen vannak katonák is többnyire nyugállományúak, akkor megszületik a döntés, hogy el kell küldeni valakit a nyugati szövetségesek olaszországi főhadiszállására, és jelezni, hogy szeretnénk kilépni a háborúból, hiszen megvan az az előzetes egyezmény. Horthy Náda Istvánt bízza meg ezre, nyugállományú vezérezést, akit német követelésre mentenek föl 44 áprilisában hadseregparancsnoki beosztásából. És Nádai egy olyan kormányzói, hogy mondjam, utasítással, fölhatalmazással megy, hogy jöjjenek ide nyugatiak, ejtőernyős alakulatokat dobjanak le a Dunántúlra, mert a románok és a vörösök, vagy a szovjetek, oroszok, pontosan ezt használja, állandóan támadnak bennünket, és már mindent tönkretettek, és a csapataink a határon kívül állnak, nincs belső erőnk, ha nem jönnek, mert németekkel szemben nem tudunk lenni, de ha ők nem jönnek, a románok és a szovjetek ellen harcolunk tovább. Most ez, erre jön a válasz a nyugatiak részéről, hogy köszönjük szépen, ezt mi nem tudjuk teljesíteni, a helyzet kulcsa Moszkvában van. De a helyzet kulcsa Moszkvában van, az nemet fogalmazódott meg az én meglátásom szerint 1943. november-decemberében, amikor a teheráni konferencián a három nagy már fölosztotta a világot érdekszférákra, és egyértelművé vált, hogy Európa keleti és középső része, benne Magyarország, szovjet érdekszféra. És amikor Horthy Miklós szembesül azzal, hogy Moszkvában van a helyzet kulcsa, akkor ez a pillanat, amikor elküldi a Faragó Gábor vezette delegációt, hogy Moszkvában tárgyaljanak. És ennek van egy érdekes előzmény, amit a szakma azóta is vitat, egy úgynevezett Makarov levél, amelyet egy szlovákiai, vagy akkor ugye, még Szlovákia, mert nem a magyar visszacsatolt területeken működő partizán alakulat, szovjet parancsnoka, egy alezredes írna, amelyben nagyon kecsegtető ajánlat van a háborúból kilépésre.
fegyverben marad a honvédség, a csendőrség, nem szállják meg az országot, majd a területi kérdésekről később vitatkoznak, vagy tárgyalnak, és így tovább. Ez kimondottan kedvező, majdnem jobb, mint amit a bulgárokkal szemben, vagy a finekkel szemben ajánlottak. De amikor elmegy ez a delegáció Moszkvába, akkor Molotov csodálkozik, hogy mit akarnak itt erről szó sincs. Így indul el a delegáció, és a kérdés az, hogy ha elindul egy delegáció, akkor nem kellene valamit tenni azért, hogyha egy olyan előzetes megállapodás születik, hogy ki kell válni, hogy arra felkészüljünk. Hozzá kell tenni, hogy a magyar katonai erő jelentős része, és azt hiszem, hogy Számbiver Norbert kollégám, barátom majd erről részletesen fog szólni, hogy néztek ki az erőviszonyok, azért nem az ország belsejében van. A másik pedig az, hogy kit avatnak be, és kit nem avatnak be, és ki milyen információkkal rendelkezik. Gyakorlatilag én úgy látom, hogy az államfő és egy rendkívül szűk köre van csak úgymond képbe hozva a háborúval való kiválásra, és ott sincs mindenki teljes mindenféle információval, ha szabad így mondani, megáldva. A Honvéd vezérkar főnök elég kevés információval rendelkezik Vörös János vezérezredes, aki Szombathelyi Ferencet váltja, a Honvéd vezérkar főnöki beosztásban 44 áprilisban, és akkor azt mondják, hogy a németek fele húz. De a Magyar Királyi Honvédség harcoló csapatainak a Honvéd vezérkar főnöke adhatja ki a különböző parancsokat, utasításokat. Hiába van a kormányzó mellett egy hozzá, hogy így mondjam, hű és megbízható főhadsegéd, a katonai főnöke Battai Antal altábornagy, az ő parancsára egyetlen egy alakulat nem fog mozdulni sehol, mert nem az a feladata, a honvédség egy hierarchikus szervezet. És a kérdés az, hogy a vezérkaron belül, illetve a tábornoki karon belül milyen formában várható el az, hogy a katonai felsővezetés ebben a kilépésben, átállásban partner lesz. Nagyon sokan azt mondják, és ez azt hiszem egyet lehet érteni, hogy nincs meg az az előkészítés és felkészítés, ami szükséges ahhoz, hogy ilyen helyzet létrejöjjön, mert egyrészt van egy olyan bizalmatlanság a tábornoki kar egy részében, nyilván ennek lehet alapja is, hogy azok talán nem annyira teljesítenék a kormányzói parancsot. A két hadsereg parancsnokot, az első és a második hadsereg parancsnokát, Miklós Bélát és Veres Lajost a kormányzó tájékoztatja, hogy majd lesz egy döntés vagy lépés, és akkor, ha megy egy ilyen üzenet majd, hogy az 1920. március 1-i határozatomban érvénybe lép, akkor az a üzenet, hogy akkor kellene majd idézve mondom átállni. De ez a két hadsereg parancsnok sem tájékoztatja a szűkebb törzsét. Tehát amikor már 44. október 15-én elhangzik a kormányzói szózat a rádióba, amit egyébként nem a kormányzó, hanem egy rádió mond el, akkor mindenki csak néz, és a haderőből, a honvédségből adódóan értelemszerűen rádió nyilatkozatokra nem mozdul meg, még akkor is azt mondják, hogy ezt a kormányzó nevében olvasták be. És hogy egy példát említsek, az első hadseregnél Kéri Kálmán, akit többen ismertek vagy emlékeznek rá, a vezérkari főnök, és ő nem tudott semmit arról október 15-én az kormányzói szózat elhangzásáig, hogy mi lenne a hadsereg feladata. Mit kellene tenni? És ez az, ami érzékelhető a teljes előkészületnél, vagy előkészületlenségnél szerintem egyik oldalról, viszont miután a németek tudomást szereznek arról, hogy magyar delegáció került Moszkvába, ők már megteszik a lépéseket. Nyúlnak az utolsó erőhöz, a Nyilas Keresztes Párt Hungarista Mozgalomhoz, amelyet ők nem pártoltak korábban nagyon, de az volt az a politikai erő, amelyik a végsőkig való kitartás mellett tette le a voksát, és akkor tettek és léptek a németek. És ekkor volt az, hogy Bakait, ahogy említettem, elrabolták. És a másik, amikor a budapesti erőket idézve mondom, szeretnék megerősíteni, és fölrendelik a szegedi magyar királyi Hunyadi Mátyás 9. honvédgyalog ezred második zászlóját. Ez az ezred a kormányzó házi ezredet, tehát mint ezred tulajdonos is, és Szeged. És akkor kiderül, hogy följön ez az alakulat, és az első feladat az, hogy a Nyilas Hungarista hatalomátvételben aktívan részt vesz, mert a zászlóalj parancsnok a Mészáros István alezredes, aki utána a szálasi testőrségének lesz a parancsnok és ezredes, ő kimondott a régi szimpatizánsa is, majdhogy nem, bár nem voltak titokban pártok a nyilasoknak. Tehát aki a kiugrást, melyiknek nevezzük, támogatni kellene, az pont ellene fordul. És ellentétben a kiválni szándékozó politikai és katonai vezetéssel a hatalmat átvevők felkészülnek. Délután, akik itt maradnak, láthatnak egy nagyon jó interjút részletet Gömbös Ernővel, aki Szálasi Ferenc szántsegéde lesz a miniszterelnök fia, aki elmondja azt, és nem lövöm le az egész interjút, hogy azok a tisztek, akik szimpatizáltak a nyilasokkal, és bekerültek ebbe a majd, ha történik valami, hova álljunk, azok megkapták a jelszót és megkapták a karszalagot, nemzettel a nemzetért, nyilas karszalag, ami le volt bélyegezve.
Ez mindenhova jó volt Budapesten október 15-16-án. Aki ezzel nem rendelkezett, az nem mehetett és nem léphetett tovább. És hogy milyen volt az előkészületlenség, hadd utaljak erre, Hacz József, akinek a testvére, Hacz Otto, a honvédelmi miniszter szánsegéde, megkérdezi szombaton 14-én a bátyját, hogy van-e valami fontosabb dolog, mert ő egy zászlóparancsnok, amelynek a várat, illetve a kormányzót kellene a testőrség mellett biztosítani, és azt mondja neki Hacz Otto, hogy te nincs sem, és akkor Hacz József elmegy vadászni a kitűnő vívő edzővel és korábbi vívóval, Baj Bélával Galántára. És amikor október 15-én motorkerékpárral hazajön, akkor a Szilágyi Erzsét, akkor olasz fasornál megkérik a nyilasokot, szálljon le és menjen oda a szállat, mert ott gyűjtik a Budapestre visszaérkező tiszteket, akiknek nincs semmi képük arra, hogy mi történik. Tehát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a kiugrás, kilépés esetében egy felkészületlenség van szerintem, a másik pedig az, hogy a németek, ha szabad így fogalmazni, mindent megtudnak. És van egy másik dolog, amit sokan fölemlítenek. Horthy Miklós, legalábbis én így látom, egy 19. században, hiszem azt illik mondani, szocializott személy, aki abba a monarchiába fölnőve és Ferenc Józsefet bizonyos értelemben példaképnek tekintve úgy gondolja, hogy ő a legfelsőbb hadúr, és kiad egy parancsot, azt mindenki teljesíti a honvédségen belül. Ez a világ részben megváltozott abban az értelemben, hogy nagyon sokan elmondták, hogy gyakorlatilag a 20-as évek végétől az államfő a honvédséggel nem találkozott, tehát nem járt el, például nem járt részt a tisztavatásokon. Személyes képviselői vannak ott, amikor a Ludovikáról és a Bólyairól avatják a tiszteket, a honvédség főparancsnok, a vezérparancsnok vagy a honvédelminiszter. Tehát ilyen értelemben egy picit távolabban a honvédségről. A másik, ami ugye sokan felvetnek, hogy Nagy Vilmos emlékiratában olvasható a végzetes esztendőkben, hogy korábban ő kapott egy listát az államfőtől, hogy kik azok a tisztek, akik szélső jobb oldalhoz húznak, netán német barátok, nem ez a kifejezés a helyes megint, vagy a nyilasokhoz, és nem sikerült őket eltávolítani. Most gondoljanak bele, ha a honvédelmi miniszter és a honvéd vezérkar főnökek ebben döntést hoz, vagy a tábornoki és minden kinevezés az államfő jogkörre hadnagytól kezdve, hogy nem lehet végrehajtani. Az államfő azt mondja, hogy holnap fölmentem a beosztásából, mert volt erre példa egy olyan vezérkari ezredesnél, akiről név nélkül azt írták, később elég természetesen mindenki számára ismerté vált, hogy miután szélsőséges nézeteket valló párt, politikai párt vezetőjének lakásán fogadáson vett részt egyenruhában, nyugállományba helyezendő. Ezt megtették többekkel. De 1944-ben ez nem igazán készült el. És amikor itt van a kérdés, hogy aláírják azt a bizonyos előzetes megállapodást, ami egyébként csak egy olyan megállapodás, ami a fegyverszüneti tárgyalások megkezdéséhez szükséges. És ebben olyan feltételek vannak, amelyek a Makarov levél után teljesen elképesztőek az államfő és a környezete számára, hogy a december 31-i határok közé kell visszavonulni a honvédségnek, a közigazgatásnak, mindenkinek, a németekkel szembe kell fordulni és hadat üzenni, és így tovább. Mert ők azt gondolták, legalábbis én így vélem, hogy talán sikerül úgy kiválni, hogy nem kell szembefordulni a németekkel, vagy nem kell egy az egyben átállni a túloldal és a másik oldalon, hogy nem fegyvertársból most már ellenségé válni. És ez egy olyan kérdés, ami föloldhatatlan volt, legalábbis az én meglátásom szerint, úgy a tisztikar és a katonai felsővezetés részére is. A másik pedig az, hogy bizonyos kulcsbeosztásokban, 1944. október 15-16-án is, olyan tisztek voltak, akik nem biztos, hogy később a Nyilas Keresztes Párt Hungarista Mozgalom tagjaivá váltak, de ahogy mondani szokták, néhai Lajtos Árpád atyai jóbarátom mondta, hogy ők voltak az endzígesek, akik a végsőkig való kitartás mellett voltak, mert úgy értelmezték ezt a háborút, hogy el lehet ezt veszíteni, de a bolsevikokkal szemben még ezt a kifejezést használták többnyire, vagy kommunisták, ezért a Szovjetunió, nem akarunk semmire menni. Ilyen endzíges volt, vagy meghatározó személy volt a kilépés, kiválás segítésében, vagy akadályozásában Porzsezinszky György vezérkari alezredes, a hetedik ő VK-fosztály, tehát a hadihíradásnak a vezetője, ahonnét minden információ kimegy a hadsereghez, a harcolóalkulatokhoz. Ilyen volt Szávai Sándor, aki a személyügyi főnöke volt a Honvédelmi Minisztériumnak, tehát ő döntötte azt, hogy ki milyen beosztásokban megy, nyilván nem egy személyben. De ugyanez mondható el Nádas Lajosról, aki a hadműveleti osztály vezetője a vezérkarnál, aki mindent tud, hogy hogy néz ki a honvédség akkori állapota, hol vannak alakulatok. És amikor a szovjet fél hivatkozza el az előttes fegyverszüneti egyezményre, azt kéri, hogy küldjenek egy tisztet a magyarok, hogy megtárgyalják a majdani kilépést és az együttműködést a szovjetekkel, akkor Nádas Lajos beteget jelent, és elküldik Utasi Lórándot,
aki volt katonai attasé Londonba, illetve Washingtonba, de a hadifogoly osztályt vezette. Semmi képe nem volt a hadműveleti kérdésekről, nem is tudott, ahogy mondani szokták, felvilágosítással szolgálni. Tehát én úgy gondolom, hogy a kilépés kapcsán, a háborúval a kilépés kapcsán a katonai és a politikai vezetés különösebben nem ide vagy odálló része azt úgy elfogadta volna, hogy kiválunk a háborúból, és nem jönnek a szovjetek ide be, aminek Hortinak is az álma volt, de Európa közepén ez elképzelhetetlen. És a másik pedig az, hogy október 16-án az államfő, aki azért legyünk őszinték, kényszer alatt teszi azokat a nyilatkozatait, amit tesz, tehát lemond a, először kinevezi miniszterelnöknek Szálasi Ferencet, majd lemond a kormányzó jogairól, és azt átruházza Szálasira. Most mondhatják azt, hogy miért, hát a fia életével esetleg zsarolták. Ha valakinek van 4 gyereke, 3-at már elveszített, kérdés, hogy akkor miként viselkedik. A másik pedig, ami fölmentheti vagy nem, hogy ő úgy vélte, hogy a kényszer alatt tett ilyen lépés semmit nem jelent. A másik jogilag, a másik pedig, ami egy nagyon lényeges dolog, ha Horthy Miklós nem ír alá semmit, a nyilas hungarista hatalomátvétel akkor is, ahogy mondom, gond nélkül lezajlott, mert már múlt időt lehet használni, és Szálasi Ferenc akkor is átveszi a hatalmat. Ez csak egy olyan gesztus volt, hogy a külvilág fel azt lehet mondani. És erről a hatalomátvételről a harcoló alakulatok egy része még nem október 16-án, hanem jóval később találkozott. Elnézést azért a kitérőért, volt olyan idős barátom, aki kint a csapatoknál harcolt, és kérdeztem tőle, hogy mi. Azt mondja, nem értem el a rádiót hallgatni, mert épp háborúztunk az oroszokkal. Vagy volt olyan, aki a Gábor Áron tüzérségi hadapródiskolának volt tanára, akivel beszéltem, és azokat már telepítették ki. Ők Sümeg környékén állt meg a vonat, 2 napig, vagy meddig volt ott. A vonaton nem volt rádiójuk, meg nem is hallottak mástól. 17-én vagy 18-án hallották azt, hogy az államfő fölmentette, vagy hogy a Lakatos Gézát fölmentette, Szálasit kinevezte. Tehát ők ebben a hitben éltek. Hogy lehetett volna ezt jobban csinálni? Ez a kérdés örökké fölmerül, mert azt mondjuk mindig, hogy miért nem vettünk példát a románokról, a finnektől és így tovább. Én azt gondolom, hogy a szándék és az akarat megvolt arra, de azt hiszem, ha finoman akarok fogalmazni, akkor mondhatom azt is, hogy a kivitelezésben bizonyos hibák csúsztak. És azt is tegyük hozzá, hogy ne azt gondoljuk, hogy a nyilas hungarista hatalomátvétel után, akik akár a polgári közigazgatásban dolgoztak, vagy a Magyar Királyi Honvédség vagy Csendőrség kötelékében tovább szolgáltak, azok mind egyértelműen a nyilas hungarista eszmének voltak a hívei, és azt elfogadták, mert erre szokták mondani, hogy esküt kellett tenni mindenkinek Szálasi Ferencre, ez tény és való, és a mindenki alatt talán nem ismerik, de a zsidó munkaszolgálatosoknak is szintén letették az esküt Szálasi Ferencre, mert kötelező volt nekik. 44 novemberében megjelentek az esküszövegek, a honvédeknek, csendőröknek, közérdekű munkaszolgálatosoknak, zsidó munkaszolgálatosoknak, és így tovább. És ez az esküt mindenki úgy értelmezte, hogy akarta, és hogy mit tettek? A katonai felső vezetésben igazán jelentős változások nem történtek. Szálasi hatalomra kerülése után nem túl sokan kerülnek be a vezetésbe, néhányan természetesen kikerülnek, és számosan vannak olyanok, akik nem vállalják a vagy nem vállalják azt a beosztást, amit felajánlanak neki. Kozma István, akit a nemzetőrség parancsnokának akarnak kinevezni, nem vállalja és beteget jelent. De vannak olyanok, akiket visszahoznak a nyugállományból, nem túl sokat, Ternek Kálmán és így tovább. Az ő esetében azt mondják, hogy a felesége volt, aki állandóan piszkált, hogy csak altábor, és miért nem lesz vezérezredes. Az lett Szálasi alatt, utána meg a börtönbe töltötte az életét. Tehát el kell dönteni, hogy a börtön vagy a vezérezredesség a fontosabb. A másik, vannak néhány, akik előtte nyugállományba kerülnek és visszakerülnek, de például Vörös János, akiről azt szokták mondani, hogy a németekkel szimpatizált, fölmentik a beosztásából, és átáll, vagy átmegy a szovjet csapatok oldalára, hogy aztán 44-ben az ideiglenes nemzeti kormány honvédelmi minisztere legyen, és egyúttal az új alakuló honvédségnek a vezérkarának főnöke. Tehát ezek egy nagyon bonyolult és összetett kérdések, és hogy önöknek még annyit hozzátegyek zárásként, hogy ez később is a katonai emigrációban milyen egy meghatározó kérdés volt. A Müncheni Magyar Intézetben jelentős katonai hagyaték maradt egykoron, elsősorban az egymással levelező és 1941. október 15-16-án feladatot kapó és azzal ügyködő, hogy így mondjam, táborok. Hennyei Gusztáv, aki külügyminiszter, és alig van információ arról egyébként, és a Lakatos kormánynak a tagja, hogy mi készül október 10-ig, levelezett Lengyel Bélával, aki maga is ugye a kormányzó híve, hiszen a kormányzóságon szolgál sokáig a katonai irodába.
Akteleki Béla, aki az első hadtest parancsnoka, visszatérő erre bezorszásába, miután Bakai tárolják, és őt tartóztatja le Hindíván egy pillanat alatt, és az első hadtest itt lévő nem jelentős alakulatot átállnak. És ez a három, illetve négy tábornok, Lakatos Géza, Hennyei Gusztáv, Akteleki, Lengyel Béla levelezésébe október 15-16-ával kapcsolatban a második levélváltás után már olyan mértékben vesznek össze, hogy bizonyos értelemben nem nyomdafestéket tűrő szavakat is használnak egymásra, miközben évtizedek együtt szolgálnak és bajtársak, és egyik sem hungarista. Hogy miért nem sikerült, miért nem jött észre. És ez a kérdés az, amit ma ez a konferencia is próbál megvitatni, és az az érzésem, hogy az én előadásomból sem derült ki az, hogy miért nem sikerült. Legalábbis én azt gondolom, vagy legalábbis feltételezem, hogy annyira talán tudtam azért utalni, hogy nem volt megfelelő készítés, és volt egy olyan emlék, amit nagyon sokan mondtak, hogy higgyem el, most vagy elhiszem ezeknek az idős uraknak, akik már sajnos nem élnek, hogy 1919 a Magyarországi Tanácsköztársaság, hogy ők mondták, a bolsevizmus hatása erős fenntartásokat jelentett a számukra, hogy azt másik oldalon, mint a vörösökkel, a szovjetekkel egyezenek meg. De 1944. október 15-16-án nem volt más választás, és amire szeretnék utalni, az a bizonyos előzetes fegyverszüneti egyezmény, az nem a Szovjetunióval köttetett. Azt az előzetes fegyverszüneti egyezményt a Szovjetunió, az Amerika Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az Egyesült Nemzetek nevében kötötte meg. Tehát mi mondhatjuk azt, hogy a szovjetekkel, de az egész arra, hogy így mondjam, koalíciós társulatra vonatkozott, az egy más dolog, hogy annak a végrehajtása a Szovjetunió kezébe került, aki aztán megismerjük, hogy a történelem másik éve egy időszakában, 45 után ezt miként hajtotta végre. Én nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet és a türelmet. Talán elnök úr nem ró meg, mert szerintem nem léptem túl a megadott időt, és lehet, hogy voltak dolgok, amik elmaradtak, lehet, hogy voltak, amiket másként látnak önök, de egy biztos, hogy a Rubikonban majd a következő számba többek közt ezt és az előadók előadásait szintén elolvashatják, és kritikával is élhetnek természetesen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.